Na, sziasztok! Megjöttek az új papucsok. Készülök a gumishoz. Ugye az egyik videómat úgy fejeztem be, hogy ezeket a gumikat elkezdtem bepakolni ugye az autóba. Ezek a felnik, illetve ezek a gumik, amik eredetileg voltak ugye az autóhoz. És kapcsolódik bátor, trollkodik, mint mindig. És ugye ezeket a gumikat én levettem. Amikor a kereskedőnél voltam, akkor vettem egy plusz garnitúrát, gumigarnitúrát felnikkel együtt. Mind a ketten ugye azon az állásponton voltunk, hogy ezekkel a gumikkal közlekedni nem lehet. Fel is hívta rá a figyelmet, hogy gumit mindenhogyan vennem kell. Úgyhogy viszonylag rövid távon kellett volna hazahozni. Haza is hoztuk. Tényleg hazahoztuk. Durván egy ilyen pár kilométer, szóval nem volt hosszú. Ugye átalaktam ugye az SOS gumikat, amik most fönn vannak az autón. Gyorsan elmondom, hogy ez a gumi, amire azt mondtuk, hogy nem szabad használni, hogyha teljes mintamélységet nézem, akkor ez egy 3 mm-es mintamélységgel rendelkező gumi, de a gyártók elhelyeznek egy ilyen kupás jelző csíkokat keresztbe ugye az abroncson, és azokat a méreteket kell alapul venni, ugye nem a teljes mintamélységet, hanem a kupás jelzőhöz tartozó mélységet, ami ezen a gumin 0,84. Magyarul mondva, hogyha egy hazai rendőr megállított volna ezzel a gumival, akkor kalapkabát, ez a Crestnek nem felel meg ez a gumi. Nem az, hogy szemrevételezéssel, hogy repedezett meg minden, hanem már a mintamélység sem felel meg. És amit tudni kell róla, hogy ez egy 2017-es negyedik heti gumi, méghozzá ez egy Petlas gumi, nyári gumi, és a gyártó ország az pedig Törökország. Szóval az olaszok ezt rakták föl, és a lehető legjobban lehajtották róla ugye a mintát. Erről a gumiról ennyit. Na nézzük meg, mit raktam én föl. Ugye jelen pillanatban az autón, ami fönn van, ez egy Semperit gumi. Méghozzá ez egy téli gumi, és nyárban SOS guminak szántam, ugye arra a pár hétre, amíg használni kellett ezt az autót, ugye vittük eredetvizsgára, ugye megkapta a magyar rendszámot, aztán egyéb ilyen apróságok, közben ugye elvitték az én saját autómat, úgyhogy be is fogtam egyébként napi használatra, viszonylag keveset mentem vele. Most nézzük ugyanígy a mintamélységet. Ha a teljes mintamélységet nézem, akkor ez 4,18, tehát hogyha azt nézem, akkor elméletileg még a téli gumi mintamélységének is megfelel. De ha itt is a kupás jelzőt nézem, a kupás jelzőik 2,7. Ha azt a szabályt vesszük alapul, ugye, hogy 1,6 a minimális mintamélység Magyarországon, remélem nem hülyeséget mondok, most hirtelen 1,3 meg 1,6 között vaciláltam, de én 1,6-ra emlékszem. Az a vicc, hogy nemrég vizsgáztam, majd azt is elmondom, hogy miből. El fogok mondani mindent, mindenből lesz videó, fél életem videóból telik. Ha viszont azt nézik, hogy ez egy téli gumi, és a téli gumira meghatározza, ugye a Crest, hogy a téli gumi minimum profil mélysége az 4 mm, és hogy itt is a gyári kupás jelzőt kell nézni, akkor ez csak 2,7. Szóval ennél a guminál még mindig azt mondta volna a rendőr, hogy 30 ezer. Legalább. Szóval nem tudom. Szóval az az igazság, hogy a magyar rendőrök ugye közúton ritka, mint a fehér holló. Ugye a rendőr igazoltatás az meg nem is tudom, hogy milyen ritkasággal ér fel mostanában. Engem körülbelül 4 évvel ezelőtt igazoltattak utoljára, és azelőtt meg körülbelül egy olyan 7 évvel ezelőtt. Szóval nem tudom, lehet, hogy én vagyok szerencsés, de tényleg azt tudom mondani, hogy a magyar rendőr szerintem a ritka közúton, mint a fehér holló, ugyanúgy az igazoltatás is. Na, megjöttek az új gumik, és gyorsan mondok egy méretet. Az a saját méretem, az a 235/60 és R16-os, és 100H. Na, új gumikörkép, Európa, Magyarország. Szóval ez a gumiméret olyan durván 20 000 forinttól kapható. Egészen a csillagos égig talán ilyen 45 000 forint per darab ér is van ebben a méretben gumi.
Én ugye az alsó szegmensből választottam, hogy az alsó szegmensről tudni kell azt, hogy a javarészt kínai gumigyártók termékei vannak. Van már tapasztalat kínai gumival kapcsolatban. Volt a családban Kingstar, volt Laufen. Ugye ez a két márka a hangoknak a budget kategóriája. Ugye ez az olcsó gumi kategória. Különösebb problémák nem voltak ezekkel a gumikkal. Ugye volt téli gumi, nyári gumi. Egyedül azt mondom, hogy a Laufen guminál panaszkodott az, aki megvette, hogy a vízenfutás jelenség az nagyon hamar jelentkezik, illetve amikor hirtelen lesz vizes ugye az útfelület, illetve ilyen kezdeti nedvesség jelenik meg az útfelületen, ugye tudni kell, hogy akkor sokkal csúszósabb az út, akkor vette észre ugye a Laufen guminál, hogy kicsit olyan csúszkálós. Az, hogy ki milyen gumit vegyen, hogy ezt a budget kategóriát, vagy esetleg egy közép kategóriásat, vagy esetleg egy felső kategóriás gumit, az döntse el mindenki maga. Mindenki maga tud a pénztárcájával gazdálkodni. Én úgy döntöttem, hogy két garnitúrát fogok ugye venni, lesz egy téli, lesz egy nyári, de azt az alacsony kategóriából fogom megvenni. És ugye így jutottam el ehhez a Taurus márkához. A lényeg az, hogy ez a Michelin gumigyárnak a oldjára, ahogy lehet mondani, és ugyanígy a Sebring, a Cormorán, Tigar és a Riken. Ezek a gumik ez mind a Michelinhez tartoznak, ugyanúgy ebbe a budget kategóriába kaphatók. Azt kell tudni ezekről a gumikról, hogy ez egy 701-es mintájú gumi, és minden egyi márkánál ez a 701-es mintázat ez megvan. Szóval ugyanezt a mintázatot én meg tudom venni Cormoránba, meg tudom venni Sebringbe, Brickenbe, és ugye még a többi, amit nem mondtam. Az a lényeg, hogy ezek a nagy gumigyártók, ezek próbálták ugye felvenni a versenyt a kínai gumigyártókkal, és ezért kezdték el gyártani ezeken a márka neveken ugye a gumikat. Azt írják róla, hogy ilyen 20-30 éves technológiákat használnak ugye gumigyártáshoz, szóval nincsen ilyen 3D-s gyártás, meg egyéb ilyen dolgok, ami ugye a nagyon-nagyon prémium kategóriáknál. Ugye az elején egy kicsit aggódtam, hogy nem egy ilyen buszkerék valamit fogok kapni, de egyébként a ránézésre nem buszkerék, méretét tekintve sem. És ugye Michelinnek az volt a gondolata, hogy egy ilyen márkanév alapú marketingbe fog belekezdeni. Magyarul mondva, ilyen régebbi, nagyobb múltú gumigyáraknak a neve alatt fogja forgalmazni ugye az olcsó gumiait. És ugye itt a sütőformákat kellett ugye átvariálni, hogy az egyiken azon, mit tudom én, Cormorán jelenjen, meg a másikon Tigar, a harmadikon meg Taurus, meg ilyenek. És ugye akkor van ennek egy, hogy mondjam, egy ilyen pszichológiája is, hiszen a magyar vásárlók számára az, hogy Taurus, az tényleg egy ilyen mítikus dolog, hiszen ez a magyar gumigyártónak a terméke, gondoljátok ti. Ez nem igaz, ezek a gumiabroncsok Szerbiában készülnek, egyébként én is azt gondoltam, hogy ezeknek a gumiknak az oldalfalán majd az lesz, hogy Made in Hungary. Tökörültem volna neki, tökörültem volna annak, hogy tényleg a Taurus gumigyárnak a terméke újra kapható Magyarországon, amit ugye Magyarországon is gyártanak. Nem. Na szóval itt van ennek a Taurus guminak ugye a mintamélysége, illetve a mintának a profilja, mert a mintamélységét azt most akarom megmérni. Ugye a teljes mintamélységem az 9,35. Aztán van nekünk egy kopás jelzőnk. A kopás jelzőig ez 7,5. Ez kimondottan ilyen városi terepjárókhoz készült gumi, mint ami nekem is van. Na, remélem sikerült belőni annyira a kamerát. Ugye itt látszik, hogy 2021-es harmadik heti. És ugye itt van az, hogy Made in Serbia, hát ugye a Taurus gumi márkával igazából a magyar vásárlók vannak megcélozva, illetve azok, akik ismerik ezt a régi magyar Taurus márkát, és igazából itt én személy szerint én sajnálom, hogy itt nem Made in Hungary van. Aztán ugye van nekem itt egy M plusz S feliratom, ez nem téli gumit jelent, hanem 4 évszakost. Attól függetlenül, hogy én ezt nyári gumik között kerestem meg, én úgy tudtam, hogy ez nyári gumi lesz. Az Mood és Snow, ugye sár és hó,
annyit jelent. Hát ugye ez többnyire a mintával van összefüggésbe, ugye, hogy nagy minták széles közökkel, ugye, hogy könnyebben ki tudja hordani magából a sodat, illetve a havat. Maga az anyag összetétel az jobbára nyári gumira hajaz, úgyhogy nyári gumi tulajdonságokkal bírnak ezek a négy évszakos gumik többnyire. És akkor itt van ennek a Taurus guminak ugye a tanúsítvány címkéje. Lehet látni, hogy az üzemanyag takarékosság szempontjából csak S besorolást kapott. Ugye a vízelvezetés szempontjából C-st, az már azért nem rossz. És ugye 69 decibel ugye a gördülési zaj. Egyelőre ennyit a gumiról, ez is be fog kerülni ugye a csomagtartóba a többi közé. Amit még érdemes tudni, hogy az új gumiról, hogy az új gumiknak a felületén van egy úgynevezett forma leválasztó anyag. És ugye ez a forma leválasztó anyag, amíg nem kopik le, addig nem jönnek elő ugye a guminak a valós tulajdonságai. Úgyhogy első körben lehet, hogy új a gumi, de lehet, hogy jobban csúszik, mint bejáratás után. Az durván egy olyan, hát maximum szerintem 500 km, lehet, hogy még annyi sincs. Ezt figyelembe kell venni. Na megjöttek az új gumik, ugye fel vannak szerelve a felnire, és ebben a videóban szeretném megköszönni egyébként a szombathelyi Koltai Autós Kft-nek ugye a közreműködését. Ugye nagyon gyorsan felszerelték nekem ezeket a gumikat, meg elég rugalmasan álltak hozzá a dologhoz. Ugye a felniket, gumikat tudtam otthagyni, ugye telefonon szóltak, hogy mikor mehetek érte. És mivel mondtam, hogy rohadtul elfoglalt vagyok a héten, tényleg ilyen pár nap csúszás után tudtam csak menni. Úgyhogy köszönöm. Aztán ugye a videó folytatódhatna most ugye a gumiknak a felszerelésével, de hát ki az, aki gumiszerelést szeretne, illetve felni szerelést szeretne látni most ebbe a videóba. Szerintem mindenkinek a könyöké jön már ki, ugye nagyon sokszor szereltem már ugye felnit leföl, meg azzal a Parkside géppel, ami ugye meg is lesz jelölve a videóba. Az a Parkside gép, az megfelelő nyomatékokkal használva működik, ebben nem kell többet kihozni. Ha valaki azért veszi meg, mert van neki egy felszerelt téli nyári gumi garnitúrája, a 3 éves garancia időtartam alatt akár 2 autó gumicseréje esetén is ki fog téged szolgálni, és nem kell rohangálni szervizbe, időpontot kérni, időt szakítani, hanem te magad meg tudod oldani, akár vasárnap is, ahogy én is most ezt megoldom. Viszont, hogyha nem lesz gumiszerelés, illetve olyan túl sokat nem akarok belőle kihozni, ugye miről fogok még akkor beszélni ebben a videóban? Először is öcsémnek is szeretnék valamit megköszönni, meg hát ugye a Liszt Germani magyarországi képviseletének, akik felajánlottak nekem egy ilyen bögrét, aztán kaptam tőlük egy ilyen pólót, ami munkavédelmi póló, ugye ezt használják ők is, hogy használjam egészséggel ugye a videó készítése folyamán. Aki utána szeretne nézni, ők munkagépek javításával, illetve alkatrészeinek a beszerzésével foglalkoznak. Többet egyelőre nem hozunk ki belőle. Öcsémmel egyébként lesz majd közös videó, illetve tervezzük. Ahogy jönnek föl a videók, meg látjátok, hogy milyen gumit veszek le, rakok föl, meg mit veszek, úgy érkeznek ugye hozzászólások ugye gumi témába, és volt dotszámos hozzá szólás is. Na most én lássátok, hogy mennyire komolyan veszem ezt a dolgot. Én kerítettem egy ilyen régi Michelin gumit, amin megtaláltam a gyártási évszámot egyszer már. Ez egy 1986-os gumi. Legalábbis van rajta egy 1986-os évszám. És ugye itt a dot számunk az HHE1, aztán folytatódik D8K szorozva 273-mal. Szóval régen ilyenek voltak ugye a dot szám jelölései, és a 2000-es évek környékén változott. Ugye a 2000-es években 3 jegyű dot számot használtak, az első 2 szám volt a gyártás hete, a 3. szám volt ugye a gyártás éve. Aztán ez megint megváltozott, ugye bejöttek a 4 számjegyű dot számok, ott a gyártás hete ugye az első 2 szám, és a 2. szám az pedig a gyártás éve. Szóval egyelőre ilyen dot számos témában ennyit sikerült összehozni.
És ugye én levettem ezt a Petalas gumit, és ez úgy néz ki, hogy 4 év alatt annyit öregedett, hogy a teljes futó felület hosszában, ugye a palástot nézem, szóval ilyen 1,5-2 milliméteres repedések lettek ezen a gumin. Ugye a belső felét, ha megmutatom, akkor lehet látni, hogy a belső felén ugye repedések nincsenek. Meg vagyok ugye az SOS gumiknak az átszerelésével, ugye most már a Tucson megkapta az új gumikat, fönn van mind a 4. Ugye majd az összesítő videóban lesz szó ugye az áráról, mennyivel nőtt ugye az autónak az értéke. Itt vannak az SOS gumik, amik valószínűleg már soha többet nem lesznek főszerelve az én autómra, biztos nem. Eladni nem fogom, szerintem megy majd a mélytelepre. Meglehetősen rondák, szóval eltűnt róla a festék, és valószínűleg ilyen szavazásra fogom bocsátani azt, hogy milyen színűek legyenek, vagy fekete lesz, vagy ezüst színű, ez a kettő lesz fix. A többit meg majd ugye a szavazás részleteiből láthatjátok, úgyhogy ezeknek a kupakoknak a felújítását azt meg fogom csinálni. És akkor ez a videó ez ennyi volt, nem sokára jövök majd ugye a következő résszel. Köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, akkor tudjátok, hogy mit szeretnék. Legfőképpen azt, hogy találkozzunk majd egy következő videónál. Sziasztok!